Püspökvelány város önkormányzata számára fontos a lakosság biztonságának erősítése. Mivel kisváros vagyunk, sokan kerékpárral közlekednek a munkába, iskolába. Éppen ezért a mindennapi közlekedés szempontjából nagyon fontos szerepe van a kerékpárutaknak. Közel 10 kilométernyi belterületi kerékpárút teszi lehetővé a biztonságos kerékpáros közlekedést a püspöktorányi lakosok számára. Ám a korábbi években, 2005-ben készült olyan kerékpárút szakasz az új telepen, amely balesetveszélyes. Ezért ezt a közel 150 méter hosszú útszakaszt a biztonságos közlekedés érdekében a város vezetése most korláttal lezárja, miután több lakossági jelzés is érkezett, tudtuk meg Jenei Tibortól, a Városfejlesztési Iroda vezetőjétől. Igen, március 12-én érkezett a polgármester asszonyhoz egy lakossági bejelentés, az újtelepi városrész lakói nevében írták, amelyet aláírta a helyi képviselő, Kisékbont képviselő úr is. Ez a bejelentés arról szól, hogy a Nádudvari út mellett, ahogy megyünk kifelé Nádudvarra, a vasút és a négyes út között van egy kerékpárút, mely balesetveszélyes, és kértek bennünket, hogy ennek a balesetveszélynek a elhárítása ügyében intézkedjünk. Ezért mi egy helyszíni bejárást hívtunk össze március 18-ára. Ezen a helyszíni bejáráson részt vett a helyi rendőrkapitányság, a Magyar Közút, KHT, illetve az önkormányzat képviselői. Az érintett kerékpárút közel 150 méter hosszú. Az új telepről a város felé haladva, a kerékpárút végén a közlekedők szembe jövő gépjármű forgalomba ütköznek. Ez így balesetveszélyes és szabálytalan, ezért egy területbejárást követően az a döntés született, hogy a kerékpárút két végét korláttal le kell zárni. Hát egy 150 méter hosszú ez a kerékpárút, és a lámpás csomópontból indul, és körülbelül 150 méter után kivezetésre kerül erre az útra, amely tulajdonképpen, hogyha a Nádudvar felől jövünk, akkor a forgalommal szembe vezetik a kerékpárost ki az útra, tehát ez balesetveszélyes. Ugyanaz emberek, vagy a lakosság a másik oldalon lévő kerékpárutat használta inkább, ennek a kerékpárútnak a két végét le kell zárni korláttal. Ez az önkormányzat feladata, a korlátokat az önkormányzat elkészítette. Ennek a kihelyezése, vagy ezeknek a kihelyezése a napokban meg fog történni. Volt felbontás is szóba került, illetve a lakossági bejelentésben ez a javaslat is elhangzott, viszont a szakemberek olyan döntést hoztak, hogy nem kell ezt felbontani, illetve nem érdemes, mert az aluljáró átépítése után kellene erre újra visszatérni. Lehet, hogy az aluljáró átépítése olyan helyzetet hozhat, hogy ez a kerékpárút még szükség lehet. Városunkban jelenleg közel 10 kilométer kerékpárút található. Évelejétől a Perti telepi és a déli városrész is bekapcsolódott a város kerékpárút hálózatába. Éppen ezért Kovács Krisztina önkormányzati képviselő nem érti az ellenzék, miért kritizálja folyamatosan a város útberuházásait, hiszen most egy 2005-ben átadott szakaszról derül ki, hogy balesetveszélyes. Püspökladány területén a kerékpárutak hossza elég nagy mértékű. Jó százalékos a püspökladányi kerékpárút lefedettség. Gyakorlatilag a három nagyiskola között kerékpárra át lehet menni, el lehet közlekedni, tehát a szülők nyugodtan hagyhatják a gyereküket, hogy mehet kerékpárúton egyik iskolából a másik iskolába. Az ellenzéknek végül is az a feladata, hogy kritizáljon, nem felelőtlenül kritizáljon, hanem valóban azokat próbálja, vagy olyan hibákra próbáljon rávilágítani, amelyek égetően fontosak, de az, hogy csak kritizálok, az úgy nem működik, az én akadékoskodásnak gondolom. El kell gondolkodni azon, hogy el kell akkor azt is mondani, hogy bizony volt olyan beruházás, 2005-ben a kerékpárút első szakaszában, ahol bizony elindult az a rendőrségtől ki az újtelepi városrész felé, olyan kacska
keringóba az a köves út, hogy egyik oldalról a másikból a dülöngélve lehet átmenni, és bizony az utolsó szakasza, hogy átmegyünk a vasútállomáson, vagy a vasúti sorompón, a jobb oldalán lévő útszakaszon nagyon közel van a kerékpár út szakasz a közúttól, ezért az egy veszélyes szakasz. Útszakaszt valóban korláttal fogják ellátni, ami vagy a mai nap folyamán, vagy pedig a jövő hét elején kihelyezésre is kerül. Ezzel megszűnik a baleset veszély. Kis Zsigmond alpolgármester, a 8-as számú választókerület képviselője riporterünknek elmondta, az érintett kerékpárutat a lakosok már nem is használták, hiszen a túloldalon szintén található egy kerékpár és gyalogút. Ez egy lámpás kereszteződés, ami egyébként is veszélyes szakasznak tekinthető. A 2006 táján épült itt egy kerékpárút, amikor megépült ez a lámpás csomópont, ami a volt katolikus temető mellett húzódik. A lakossági bejelentés érkezett felénk, hogy itt ezzel problémák vannak. Többször volt már baleset, kisebb-nagyobb koccanás is történt emiatt, és ezt vizsgálta meg a bizottság, meg a Városfejlesztési Iroda, hogy mit lehetne annak érdekében tenni, hogy a gyalogosok arra a kerékpárútra csatlakozzanak, ami valójában működik. Tehát ez a szakasz tulajdonképpen kisebb volt használva, mert közben, mikor ez a beruházás megvalósult, a másik oldalon megvalósult egy kerékpárút, ami teljesen végig az új telepen kimegy a József Attila utcán végig a lakosságot oda vezeti rá a régi Mezőimre, és jelenleg Gárdonyi Géza utcára. Alpolgármester úr azt mondja, a mostani városvezetés alatt egész Püspökleánybe hálózó kerékpárút épült ki. A jövőben pedig szeretnék még bővíteni a meglévő kerékpárutakat, akár a Jóléti tavak és a temető vagy akár a Farkas-szigeti arborétum felé. Hálóstának ugye a kerékpárút lassan lefedi egész Püspökladány területét. Tervezik tovább a kerékpárútnak az építését. Szeretnénk, hogyha a kerékpárút kimenne az arborétum felé, és tehát ott is egy szakasz megvalósítanánk, vagy akár az új telepre egy másik oldalról is, hogy meg tudjuk közelíteni, akár a 4-es főút mellett, mert ugye korábban volt olyan pályázati lehetőség is, ami erre lehetőséget nyújtott. Sajnos most jelenleg nincsenek kiírva pályázatok, de bízunk benne, hogy ezt meg tudjuk majd lépni. A másik nagy lehetőség ugye majd a tavak felé is legyen egy kerékpárút, ahol ugye kint a szabadban tudnak majd a kerékpárosok közlekedni. Mindennapi életünk része a kerékpáros közlekedés. A városban az elmúlt években jelentősen nőtt a kerékpárút hálózat hossza, hiszen a városvezetés célja az elérhető, biztonságos kerékpározás lehetőségének megteremtése Püspökladányban. S miközben gyakran fogalmaz meg az ellenzék negatív kritikákat a megépült utakkal kapcsolatban, most egy 2005-ben a szocialista városvezetés idején épült útról derül ki, hogy baleset veszélyes, ezért azt le kell zárni.